Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a péntektől pénteki című villámbeszélgetést látják, hallják a Városházáról. Műsorunk állandó vendége és egyben házigazdája, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megye jogváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, a visszatekintésünket ezúttal kezdjük a pénteki nappal. Ugye reggel találkoztunk, és azt követően három programja is volt polgármester úrnak. Magyar László emlékkonferencia kezdődött az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szombathelyi Egyetemi Központjában. Magyar László városunk szülötte, nem nagyon ismerjük itt Magyarországon sem, sőt a városban sem. Igazság szerint ő egy olyan magyar tudós volt, felfedező volt, akit külföldön jobban ismernek, mint nálunk. Kéne erről beszélni, kéne Magyar László tetteiről beszélni, ezt szolgálta ez az emlékkonferencia is. Az apropója pedig az volt, hogy 200 évvel ezelőtt született Magyar László, egyébként az angolai nagykövet is itt volt. Annyit érdemes Magyar Lászlóról hirtelen mondani, hogy ő egy világutazó volt, és Afrika felfedezésében többek között Angolának a térképének a megrajzolásában előjárt a világban, és hát úttörő szerepet töltött be. Ez volt az egyik program. A következő program a Vadvirág óvodában rendeztek második alkalommal már egy rajzkiállítást. A Szavária Család és Karrier Pont volt a segédrendezője ennek az alkalomnak, és minden évben, illetve hát minden évben, tavaly is volt egy apropója ennek a kiállításnak, most a család ünnepe volt a címe, egyébként 69 pályázat volt, 69 rajz érkezett, aranyosak voltak a gyerekek. A harmadik program pedig ezen a napon a Kis Lakótelepért Egyesületnek a 10. segélyező összejövetel volt. Folytassuk, polgármester, a visszatekintésünket a hétvégével. A Vas megyei közgyűlésnek a decemberi ülése volt, ezen a közgyűlésen volt egy beszámoló, a Szombathely megyei jogú város beszámolóját hallgatták meg a 2018 esztendei munkáról. A következőkben, mivel hogy december 15-e volt, és Boldog Brenner János halálának évfordulója, egy ünnepi szentmisén vettünk részt 11 órakor a Székesegyházban, ezt Székely János püspök úr celebrálta, és utána pedig a Boldog Brenner János ligetnek a megáldása történt. A harmadik adventi gyertyát, az öröm gyertyát is ezen a napon gyújtottuk meg, illetve Illés alpolgármester gyújtotta meg. Érdemes még arról is említést tenni, hogy 200 kisangyal, kis óvodás, bölcsödés gyerek jött a Szavária térről a főtérre, és nagyszerű színfortja volt az adventi vásárnak, az adventi gyertyagyújtásnak ez a jelenet. A hétfői napon volt egy szakmai fórum. Egy Európai Uniós pályázat keretében kihirdették azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elsősorban a civil szervezetekre, de hát ezen kívül vállalatokra, illetve a közszférára is vonatkozik a következőkben, úgyhogy ennek az ismertetése, a pályázat beadás feltételeinek az ismertetése zajlott. Ezen a napon volt a Városháza nyugdíjasainak karácsonyi összejövetele. 17. alkalommal történt, hogy a Városháza nyugdíjasai összejöttek. Összességében 162 nyugdíjasunk van most, majdnem 100-an részt vettek ezen a kis ünnepségen. Egyébként a Városháza nyugdíjasairól érdemes elmondani, hogy minden hónapban egy foglalkozás keretében, a nyugdíjas klub foglalkozása keretében összejönnek. Az év vége a jutalmazások időszaka is. Három olyan rendezvény volt, melyeken sportolók vehették át az elismeréseiket.
két hagyományos rendezvény és egy alkalmi rendezvény, amelyről érdemes szót ejteni. Először hadd beszéljünk arról, hogy Dévai Boglárka Európa-bajnok lett, Ekler Luca szintén Európa-bajnok lett, illetve európai helyezett lett, és Halász Bence pedig Kalapács-vető harmadik helyezett lett a felnőttek versenyében. Mind a hárman külön elismerésben részesültek, amelyet itt a polgármesteri hivatalban kaptak meg. Arról beszéltünk, hogy volt két olyan rendezvény is, ami hagyományos. Az egyik a 20. alkalommal került megrendezésre. Ez a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola szokásos évi jutalmazása volt. 9 szakosztályból összességében 72 versenyző elismerése történt meg. A másik az 22. alkalommal került megrendezésre, ez a Városi Sportkarácsony. A Sportkarácsonynak az eseményei pedig szokásosan zajlottak, és az edzők, illetve sportolók kaptak kitüntetéseket. Azt el kell mondani, hogy a Sportkarácsonnyal egy időben itt a Városháza előtt egy összejövetel tüntetés zajlott be. Szabad országban élünk, tehát mindenki a törvények betartásával azt csinál, amit akar. Van, aki a sportkarácsonyt ünnepli, a sportolókat ünnepli, van, aki tüntet az utcán, mindenkinek szabad választási lehetősége van. A keddi napon polgármester úr Budapesten vett részt egy bizottságülésen. A Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság ülésén vettünk részt Illés Károly alpolgármester úrral. Köztudomású, hogy a közösségi közlekedés, az autóbusz közlekedés nagyon fontos kérdés minden városban, és nekünk itt ez év végén lejár a szerződésünk, úgyhogy egy új szerződés kiírása történt. A szerződés feltételei között sok minden szerepel, például az, hogy előnyt jelent, hogyha olyan környezetkímélő autóbuszokat alkalmaznak majd a működtetők, amelyek nyilvánvalóan elektromos vagy gáz üzeműek, és ehhez új autóbuszok beszerzéséről beszélhettünk. Ez a bizonyos Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság foglalkozik a tömegközlekedés vagy a közösségi közlekedés szervezésével, és hát elsősorban a járműveivel. Az év vége nem csak a jutalmazások időszaka, hanem az ajándékozási, és ugye a karácsonyi ajándékozási időszaka. Nagyon fontos, hogy a hátrányos helyzetűek is részesüljenek ebben az örömben. Két rendezvény is volt, amely ebben a szellemben zajlott. Az egyik a Szombathelyi Szent Márton Jóléti Alapítvány, már tavaly is, tavaly előtt is, most összesen emlékeim szerint 6. alkalommal rendezte meg a Családok Karácsonya című rendezvényét. A Családok Karácsonya alkalmából különböző szervezetek pályázhatnak ez tárgybeli béli segítségre. Ez tartós élelmiszert jelent, illetve hát hasznos mindennapi használati tárgyakat egy csomagba összerakva. El kell, hogy mondjam, hogy 18 szervezet pályázott, és összességében 925 csomag szétosztása történt meg. Ez az egyik ilyen jellegű rendezvény. A másik rendezvény pedig, ez is többedik alkalommal került már megrendezésre. A Város Oktatási és Szociális Bizottsága a rászorulóknak egy segélycsomagot ad, és ez a segélycsomag összességében mintegy 1,5 millió forintnyi az idei alkalommal. A csomagok értéke az olyan 4700 forintnak megfelelő volt. 250 család, mintegy 500-550 gyermekét hívták
az MMIK-ban a tündériek voltak aranyosak, jó kedvűek, és mondták, hogy már csak 2 nap van a vakációik. Hagyomány már, hogy hosszú évek óta polgármester úr karácsonyi ajándékozó körutat tart a város intézményeiben. A város különböző intézményeiben, azokban, amelyeket mi tartunk fönn, illetve más fenntartási intézményekben is ilyenkor ajándékozás zajlik, és ebbe szeretnénk, meg szerettünk részt venni, mint Szombathely megyei jogú város. Összességében 15 ilyen intézményben voltunk, és ez a nyugdíjas klubtól kezdve a kórház gyerekosztályán keresztül a papi otthonig mindenféle fenntartású intézetet, illetve helyszínt jelent. Ide vittük el a város ajándékait. A város ajándéka minden esetben olyan 100 000 forint körüli összegre rúg. Persze megmondják az intézmények tagjai, vezetői, hogy mi az, amire leginkább szükség van, és ilyenkor ezt szoktuk megvásárolni. A héten volt egy könyvbemutató is. A Híres Szombathelyi Nők sorozat, amely valamikor 2012-ben indult, a 19. kötetének kiadásánál tart gróf Erdődi Gyuláné Széchenyi Emília grófnőről szól. Ő egy arisztokrata volt, aki a képzőművészetek terén is jártas volt, festő volt, és sok érdekes szép képet festett. Az ő életéről szól a legújabb könyv. Kelber Krisztina az alkotó. Annyit még mindenképpen el kell mondani, hogy annak idején Takácsné Tenki Mária indította útjára ezt a sorozatot. Elérkeztünk, polgármester, a mai naphoz. A mai napon már volt egy ajándékozás. Az adventi vásár indításakor elmondtuk, hogy itt az árusok bögréket árulnak, és minden bögre az adventi vásár, Szombathelyi adventi vásár felirattal bír, és az árából 150 forint az a Rumi Gyermekotthonnak kedvezményezettként, a Rumi Gyermekotthonnak a tulajdona lesz. Ezen kívül az ott lévő árusok plusz felajánlásokat is tettek. Összességében így majdnem a vásár végére 391.050 forint jött össze, és szimbolikusan ezt adtam át igazgató úrnak, és azt mondják, hogy ebből a pénzből aztán a rumi gyerekeknek az úszás oktatása megoldódik az egész 2019-es esztendőben. Tehát Szombathely itt is, és most is segített, mert Szombathely a segítésvárosa. Hamarosan jön a karácsony, aztán pedig a szilveszter. Kedves szombathelyiek, karácsony lesz, megszületik a kis Jézus, megjön a fény. Mindenkinek azt kívánom, hogy családi körben szép karácsonya legyen. Szép karácsonya legyen, áldott karácsonya legyen mindenkinek. Azt kívánom, hogy mindenkinek békés, boldog új éve legyen, és hogy ez így legyen, szerintem azzal tudjuk igazán megerősíteni, hogyha december 31-én éjfélkor itt mindannyian köszöntjük az új év megérkezését a főtéren. December 31-én, szilveszter éjszakáján a főtéren találkozunk. Boldog új esztendőt kívánok mindenkinek. Polgármester, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, köszönöm a nézőknek a figyelmet. Kedves nézőink, Önök a 2018-as esztendőben utolsó alkalommal látták a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetésünket. Tartsanak velünk jövőre is, viszontlátásra!